Újfehértó biztosította a helyszínt az idei utolsó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlésnek. A 24 megjelent képviselő elfogadta azt az előterjesztést is, amely a megyei önkormányzat három tervezett projektjét tartalmazza, amit a Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna európai szomszédsági támogatási eszköz határon átnyúló együttműködési programban tud megvalósítani. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat három projektet nyújtott be, ebből mind a három támogatott lett. Ez új lehetőséget nyújt olyan problémák feltárása, megoldására, amely a határ mentén élők számára fontos. Mindegyik egy-egy külön problémakört jár körül, a környezetvédelem és a közlekedés területén, úgyhogy nagy vállalkozással tekintünk ezekre a programokra, és hamarosan elkezdődik ezeknek a megvalósítása is. A beruházások között szerepel a közlekedés és a határmenti infrastruktúra fejlesztése, a területi vészjelzőrendszer kialakítása a határmenti régióban, valamint az energiahatékonyság fejlesztése, a megújuló energiaforrások felhasználásának előmozdítása. A beszámolók között meghallgatták Takács Ede, a MÁV ZRT Debreceni Pályavasúti Területi Igazgatóságának műszaki igazgatóhelyettesét is, aki a megyei vasúti közlekedésről beszélt. A megyei vonalhálózat 545 km hosszú, ebből 107 km fővonal, ami teljes egészében villamosított. A térség különlegessége, hogy itt mind a három nyomtáv megtalálható. Az elmúlt időszakban a társaság adatai szerint valamivel csökkent az utasforgalom, az elindított fejlesztések az utasok komfortérzetét kívánják javítani. Ennek érdekében már felújítottak 9 állomást, például Fehérgyarmaton, Komorón és Záhonyban, valamint további 9-nél még zajlik ez a folyamat, így például Ajakon és Demecserben is. A pályasebesség visszatérő téma a közmeghallgatáson, Lintényi Levente ismét felszólalt a témában Újfehértón is. Megköszönte a közgyűlés közbenjárását, ugyanis hamarosan felújítás kezdődik a Máté-Szalka-Debrecen vasútvonalon. 1,6 milliárdos vasúti fejlesztés bejelentése történt meg. Azt mondta azzal párhuzamosan, hogy a MÁV vezérigazgatójánál jártam, amely a mostani közlekedési viszonyok, a vasúti közlekedési viszonyok legalább szinten tartását jelenti, kisebb felújítási munkálatok, pályázati, pályafelújítási munkálatok, hogy azt a mostani, vagy annál kicsit jobb sebességet tudják tartani a vonatok, amik jellemzőek a megyére, különböző vonalszakaszokon. 2020-ban kezdődik a fejlesztés. Első körben a 10 kilométeres Apafa-Hajdúsámson szakaszon állítják vissza a 80 km per órás pályasebességet. Itt jelenleg mindössze 40 km per órás a megengedett sebesség. A vasúthálózat több évtizedes fejlesztési elmaradással küzd. 2020-ban saját forrásból terveznek felújításokat. 2023-ban átütemezési munkálatok kezdődnek. 2027-re az a tervük, hogy a fővonalakon 120 km per órás sebességgel közlekedjenek a vonatok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települési szilárd hulladék gazdálkodási programról is beszámoltak a közgyűlésen. Létrehoztak három önálló gyűjtőkörzetet Nyíregyházán, Nagyecseden és Kisvárdán, valamint fejlesztették a szelektív hulladékrendszert. A megyében sok helyen okoz problémát az illegálisan elhelyezett szemét, pedig bárkinek biztosít a társaság nagyobb gyűjtőedényt, aki igényel. Kérdést tettem fel, még pedig arra vonatkozólag, hogy nem-e szúr szemet az illetékes elvtársaknak. Az a véleményem szerint nem túlságosan objektív tény, miszerint az ingatlanokat adóztatja meg és kötelezi a szemét gyűjtésére, elszállítatására a jelenlegi törvény. Azért állítom ezt, vagyis azért tettem fel a kérdést erre konkrétan, mert településeinket sajnos egyébként jól behatároló helyeken igen sűrűn elárasztja a szemét. Ahogy elmondtam közgyűlésen, én jóhiszeműen azt feltételezem, hogy kénytelenségből hordják oda az emberek a szemetet, és azért mégpedig, mert a 120 literes gyűjtőedény, ami egyébként most rendszer szinten alkalmazva van az ingatlanoknál, az nem elegendő egy 15 fős családnak. A közgyűlésen az is elhangzott, jövőre változik a lomtalanítási rendszer, megszűnik az eddigi gyakorlat, miszerint mindenki a saját ingatlana elég kirakhatja a hulladékot. Külön kell majd jelezni a társaságnál az igényt, majd pedig egy autót küld a hulladékkezelő, ami az adott háztól elviszi a kidobásra szánt tárgyakat.
Veres János a megyei közgyűlési bizottságok elnökeinek és alelnökeinek megválasztása kapcsán kért szót. Mind a parlamentekben, mind az önkormányzatokban az ellenzék, a mindenkori ellenzék tölti be általában a pénzügyek ellenőrzésért felelős bizottság elnöki tisztségét. A magyar parlamentben ez a költségvetési bizottság elnökét jelenti, a mi közgyűlésünkben is van ilyen bizottság, amely a költségvetéssel foglalkozik, és most a legnagyobb meglepetésünkre a kormánypárti frakció olyan javaslatot tett a közgyűlés asztalára ma reggel, amelyben nincs egyetlen egy bizottsági vezetőtisztség sem az ellenzéknek felajánlva. 2019 utolsó közgyűlésén 24 fő döntött a napirendi pontokról, végül mind a 20 előterjesztést elfogadták a képviselők Újfehértón.